az ő fiókjába belépett valaki, és ott nem ő volt. Akkor tudtuk volna talán kivizsgálni, de akkor sem nagyon, nagyon nagy esélyet tudtuk volna megmondani, hogy ki volt és mi volt. Mert nem készültek a terítésről, alapokat nem mentettünk már el. És mennyi ideig üzemeltek a KFT-t a fibon kontrolcsóval? Nem tudom. Meg lehet, de a magyar rendben erről tudnak nyilatkozni, mikor vették, mikor vette meg a fibonot. És megszűnti kb. Az égkilépés, amit szűnnek, de 2012 környékén. De ez is csak sokszor sem tudom, előtte elkezdett összeomolni a rendszer, tehát hogy már végig a működésképpen már napodban volt, hogy végig vagy. Előtte van 2012-ben. Tehát 2012-ben voltak már? Igen, de sokszor sem tudom, hogy mennyire volt napi szintű a kommunikáció ön között, meg a technikai személyzet között, illetve az ügyfélszolgálatok kezelte? A technikai emberek napi szintű volt a kommunikáció, de szóval 2009-ben már nem nagyon foglalkozott a képviselőzetésről, már kevesebb volt a képviselőzetésről. Úgyhogy nagy figyelem nem esett rá. Tehát, hogy engem inkább a jogi osztályjal kapcsolatban tudott így dolgozni. Tehát, ha jött egy megkeresés, hogy rólam azt írták, hogy és légy szíves, vegyétek le, akkor ezt ugye ment a jogászokhoz, hogy ezt megvészeljük, hogy levegyük a tartalmat. Ez azt jelenti, hogy főként a jogi jellegű kifogások kerültek. Ez azt jelenti, hogy főként a jogi jellegű kifogások kerültek. Önökhöz alacsonyabb szintű technikai jellegű kifogások lehet, hogy a technikai személyzet kompetenciájában maradtak. Jó, köszönöm szépen. Kérdelemre. Nincs jó. Akkor ismertetem, hogy az ön nyilatkozatát nyomozat iratok 701-703 és legközelebb a tárgyalásra megy, akkor elgógumit ki kell köpni előtt. Legközelebb a tárgyalásra, amit ki kell köpni előtt, a elgógumit. Igen, csak akkor bedugla a program a kézzel. Tehát akkor ez ilyen egészségű. Hát mondhatjuk egészségű. Jó, akkor tessék figyelni, felolvasom, hogy mit mondott a nyomozás során kísérlet Farkas, egyetérte a hallottakkal. 2009 év végén, amikor én meghoztam azt a döntést, hogy elköltözöm a Fliblogról, akkor ennek az volt a legfontosabb motivációja, igen, megrendült a bizalmam a rendszer biztonságát illetően. Ebben az időben történt, hogy a jelszavai megkaparintásával az Amalono YouTube csatornáról a nevemben belépő hacker több tucat videómat törölte és hozzáférést szerzett a Sodi Nyaral YouTube csatornához, melyet utóbb a mai napig birtokol. Ebben az időben lépett be ugyanaz az ember az IVP jogomba és írt a nevemben trágár kifejezéseket, szexuális ajánlatokat. A Sodi blogra is tett fel trágár tartalmakat. Ebben az időben születtek olyan feljelentések, amelyekben valaki az én nevemben jelentette fel Polgár Tamás cégén, stb. Tehát, és ehhez kapcsolódóan ugye ön azt jelezte, hogy tett bejelentés. Ezeket alá tudja támasztani. Megtettem. Ezt már megtettem. Tisztelt Bíróság, benyújtottam egyrészt azokat az e-maileket, másrészt én valamelyik korábbi tárgyalás, azt mondom, 2-vel ezelőtt én egy technikai jellegű bizonyítási indítvánnyal is értem. A meg lehet keresni többek között ez világos, az Oligo ZRT. Világosítések bizonyítványa, most ő tanultól kérdezi ezt a bíróság. Rendben van, hogy én ezeket csatolta. Ugye ön indítványozta annak idején a tanúk kihallgatását szó szerint ezzel. Indítványozom a Magyar Vendor Kft.
eset, hogy én ilyen tárgyban, fertőzése, felvettem az ügyfélszolgálatukkal a kapcsolatot 2009 vége felé, vagy sem. 2009-ben a kérdéses időpont környékén panaszkodtam egy náluk illetéktelen behatolásról, kértem egy tanácsot ezzel kapcsolatban tőlük e-mailen. Ez a 147. oldal alja és a 149. oldal tetejéről ismertettem a kisrendelő partos manzás során tett nyilatkozatát. Erre nézve tessék nyilatkozni, hogy ezt alá tudja támasztani. Erről nem tudok, ez nem jelenti azt, hogy nem tettem. Így van, erről nem tudok, nem jelenti azt, hogy nem tettem egy kis, akkor ehhez kapcsolódik, amit előbb mondtam. Jó, bárkinek a tanulhoz valami kérdés, úti költség igénye van, igazolni kell a megjelenést. Akkor köszönöm szépen a megjelenést, viszontlátást. Viszont. Jó is vettek sorban. Súlyosan, meg enyhén alaps jogot sértő dolgokat, az van. Biztos, hogy elkövető. Egyre szállom az ügyet. Jó, tehát Garni Szabolcs őrmester, A.S.S.
megjelöléssel szerepel ezen a listán, ami alapjogot súlyosan sértő ügyben elkövető megjelölés. Tehát ezt kitől értesült erről, milyen körülmények között értesült erről? A szolgálati helyemen hallottam a kollégáimtól, aztán benne interneten keresőbe jutva elő is rendben van. Emlékszik, hogy melyik oldalon találtam? Nem. Rendőröknek van ez az internetes oldal, ez a Hold udvar, igaz? Én nem foglalkoztam a jelenetben. Nem szoktál nézni. Cserégeszálló, akkor egy kellemes. Olvasd el ezt a listát. Sérelmesnek találtam. Természetesen. De te bármilyen jogi lépés? Nem, a parancsok, amit tudtak róla, a hivatalból szükséges az eljárás, tehát én magam szerintem nem tettem sem teljesen, hiszen hamiság ennyire. Önnek... Senek beszélni. Csak te mi az új neve? Ő neve? Dorian Szabolcs. Jó. Tehát önnek semmiféle azonosítóját nem tartalmaz, nem rögzíti. Tessék aludni. Jó, rendben van. Bármilyen kártnál érdeksérelem érte önt, az ön megítélése szerint ezzel kapcsolatban. Tehát tapasztalt-e a lista megjelenésével, az ön által történt megismerését követően az életében olyan kártányos változást, amit össze tudott kötni ennek a listának a létével bármilyen érdeklődő? Nem, konkrétan ilyet nem tapasztaltam volna, hogy emiatt a személyen, konkrétan emiatt valamiféle sérelem érte volna, de attól függetlenül a lehetőségem megvan ugye, és amúgy is sérelmezem. Sérelmezik, de eddig érdeksérelem átvenni, ami ehhez követően... Konkrétan nem tudok volna. Nem tud, nem tudok volna. Nem tud ilyesmire. Jó, köszönöm szépen, hogy egyszerűen volna. Hallottam esetleg a sorin.kivilog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 .
enyém az úgy ismerős, hogy már videókat készített abban az időben a rendezvényeken, talán így ez, de konkrétan így oldalt nem ismerem. A Sodi névig ismerős, de egyébként a... Úgy tudom megfogalmazni, hogy honnan veszik emberek bátorságot, hogy egy hivatalos szeméről ezt leírják, vagy, vagy egy ilyen lista készüljön. Ráadásul ezzel a, ha jól emlékszem, ennek a listának az volt a címe, hogy AVH-s fekete lista, honnan állítják. Hát ugye már az a... Tehát nyilván ezt én is külön is élelmezem, és akkor ott a, abban az időben, ott a kollégám is külön is élelmezték, hogy milyen, milyen mag készül, hogy rendőrön. Igen, a tanul említettem, hogy sejelmeket adott azt, hogy a neve, és azt, hogy egy független rendezetet van, azt tetszett utcán megjelent. Akkor kérdezik a tanult, hogy emlékszik valami, hogy egy részesebb volt egy olyan intézkedésnek, amelyet a független rendezetet van, azt tetszett, és úgy tudom, hogy utána az osztályos főkapitány is alapjogosan sülös intézkedésnek minősített. Ez egyes emberi intézkedéseknek közel van ahhoz, ami a listán, tehát az összeveletét pillanatban rögzíteni kell a kérdést, hogy emlékszik egy olyan intézkedésben, amelyet a független rendészeti parlasztestület, illetve PLI úri. Alapjogot súlyosan sértő intézkedésnek minősített. Testület alapjogot súlyosan sértő intézkedésnek minősített. Röviden. Konkrétan nem tudom, hogy itt van szó. 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 Nem tudom
FLP 289/2009-es ügyszámú esemény, ami Bordás Tamás félvé